Két keréken érkezett a béke nagykövet Paksra. Zelei József, a világ kerékpáros béke nagykövete május 21-én a parlament elől indult, hogy adózzon Benyovszky Móric emléke előtt. Az emléktúra a magyar kalandor és hős születésének 280. halálának 235. évfordulója alkalmából jött létre. Paksra Veszprémből érkezett az ismeretterjesztő túra. Következő állomása pedig Szekszárdon és Bonyhádon át Pécs, majd Kaposvár, Sopron és Győr felé vezet. Polgármesteri hivataloknál találkozunk a bringásokkal, illetve a városvezetőkkel, és ennek a túrának még van egy érdekessége, hogy a Benyovszky élet út túráról készült egy film, és ezt szeretnénk bemutatni egy Benyovszky est keretén belül a városokban. A béke nagykövet hangsúlyozta, a felvidéki Verbon született Benyovszky Móric emlékét tovább kell táplálni, hisz magát mindig is főként magyarnak és egy kicsit lengyelnek is tartotta. Zelei József 18 éve járja a világot, 120 országban megfordult. Az egyenlítő majd háromszorosát kerekezte már be.